A láptólabda, mint sportág, 6 évvel ezelőtt került a Gárdonyi Géza általános iskola profiljába Kohán Árpádnénak köszönhetően, aki az intézmény és a DLS együttműködési megállapodás kapcsán szervezett sajtótájékoztatón elmondta, jelenleg 35 állandó sportolóval rendelkeznek, és bár ez a tavaly elballagott 8-osok miatt kevesebb, mint egy évvel ezelőtt, az új szenszélyek mögött így is a második legtöbb gyereket foglalkoztató iskolának számítanak az országban. Először olyan kis idegenkedő, kis óvatos próbálkozásokkal, és a mai időszakra ott tartunk, hogy rendszeresen indulunk országos bajnokságokon, versenyeken. Nagyon szeretik a gyerekek, nagyon élvezik a játékot. Én is nagyon szeretek menni velük minden versenyre, és egyre szebb eredményeket érnek el. Most már dobogón állunk, még az igazi nagy cél az az első helynek az elnyerése egyszer. Talán meg is vannak már azok a gyerekek, akik erre alkalmasak lesznek, hogy feljussanak oda is, de van dobogós második helyezésünk csapatban, egyéniben, párban. Van harmadik helyezésünk, most szombaton is megyünk egy versenyre. Szóládi Zoltán intézményvezető szerint egy nagyon olcsó sportágról van szó, ezért kiváló lehetősége van arra, hogy elterjedjen a fiatalok körében. Azt gondolom, hogy akár ahogy a brazilok egy ronylabdát a tereken rugdalják, itt is kiváló eszköz lehetne, hogy a fiatalok, hogyha elterjedne, mint mi régen, annak idején, még Gábor is emlékszik rá, hogy láptengóztunk rengeteget, ez szintén lehet egyesben, párosban, csapatban játszani, egy nagyon klassz sportág is, tényleg mindent ügyesít, minden érzéket, minden technikai tudást, még focistáknak, futsalosoknak is egy jó alternatív edzés lehetőség is lehet akár. Petrás Gábor, a DLS főtitkára elmondta, hogy elkezdődik ez az együttműködés, amelynek következményeként a láptollabda bekerül majd a szövetség közeljövőben megalakuló bizottságába, a speciális sportok bizottságába. A cél minél több fiatalt bevonni a sportolásba. Nagyon-nagyon örültünk annak az új dolognak, amivel ugye szembesültünk, talán egy fél éve kezdtük el ezt a párbeszédet, és mai nap meg alá fogunk írni egy együttműködést, aminek hosszú távú célja nem titkoltan az, hogy minél több gyerek sportoljon, és akár láptollazzon, vagy pedig a kismás labdarúgásban részt vegyen, hiszen a szövetségnek a legeslegfontosabb, hogy minél többen részt vegyenek az általa szervezett bajnokságokon, kupákon, és ebben láttunk egy akkora lehetőséget, ahogy megismertük tanárnőt és iskolaigazgató bemutatott egymásnak minket, hogy a Dunai Labdarúgó Szövetség új bizottságába, ami hamarosan meg fog alakulni, a Speciális Sportok Bizottsága, alá fog kerülni ez a láptól szervezett szövetség egy együttműködéssel karöltve, aminek hangsúlyozom az lenne a célja, hogy évente 2-3 kupával megsegítve, magát a szervezést itt hagyva az iskolának mi az eszközöket tudnánk esetleg biztosítani, népszerűsíteni a sportot, illetve hogyha városon kívül, Fejér megyén túl nyúlna ez a program, akár egy országos kupa vagy bajnokságra mennének a gyerekek, ennek a finanszírozási lehetőségét próbálnánk mögé tenni, nyilván a mi korlátainkkal egybefogva. Úgyhogy mi nagyon szeretnénk, hogyha minél többen részt vennének a jövő hét szombati rendezvényen, a Labdarúgó Szövetség hozott kupákat, díjakat, és meg kell említenem a két partnerünket, aki egyből szó nélkül a rendezvény mögé állt, és együttműködést kötöttünk mi is velük, hogy minden egyes láptól kupán a Decathlon és az Emprint reklámstúdió támogatni fogja a rendezvényt. November 16-án pedig a DLS-szel most már közösen megrendezik a második nyílt láptollabda versenyt a Gárdonyi iskolában, ahová minden korosztályt szeretettel várnak 500 forintos nevezési díj fejében. Ezt a versenyt nem csak gyerekeknek hirdetjük meg. Korosztályra való tekintettel bárkit várunk, nagyon szívesen. Nem is korcsoportra neveztünk meg a versenyben, hanem haladási szintet. Kezdő, középhaladó és haladó szinten lehet majd versenyezni. A sajtótájékoztató végén a felek pedig hivatalosan is aláírták azt az együttműködési megállapodást, amelynek részeként november 7-től egészen 2024. augusztusáig segítik és támogatják egymást minden lehetséges területen, a láptollabda sporták fejlődését pedig kiemelten kezelik. Köszönjük. Jó munkát. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a segítséget.